Úgy látszik, kéri a fóka a műsoridőt, ugyanis ma megbukott a műszaki vizsgán. Most eltelt jó pár óra, most már tudok higgadtan beszélni a dologról, de ott eléggé felkúrtam rajta magamat. Reggel 8 órára voltam hivatalos a műszaki vizsga bázisra, és nagyjából, hát most idejövök, így megmutatom nektek. Már innen mondta a csávó, hogy ez gatya, ez nem fog átmenni a műszakén, ezt viheted is innen a picsába. Mert hogy meglátta ezt a lámpát itt, ami el van repedve itt két helyen, és ezért nem megy át a műszakin. Ez volt az egyik. Akkor úgy gondolta, ha már itt van, akkor körbejárja. Persze nem kell bevinni a műszakit, de ha már itt van, akkor körbejárja. És akkor mondta azt is, hogy ide jött a lámpahoz. Ajjajjajjajjajj, gyerekek! Hát ez csúnyán meg van mattulva. Itt látszik, hogy előről nincs meg mattulva. Itt a tetején. Hát hogy is mutassam, itt. Szerintem itt valami lakréteg, vagy nem tudom mi a picsa van vele, meg itt látszódik. És ez bukótétel. Továbbá a tükröm el van repedve. El van törve, és ez így ebben a formában kizárt dolog, hogy átmenjen a műszakin. Mondom, az komoly. Az komoly, gyerekek. Nem tudtam, hogy a tükör törése az, a tükör burkolat törése az közlekedés biztonsági probléma. Erre is még azt mondom, hogy oké, belekötött, mert el van repedve, bár nem hiányzik belőle, meg semmi, egybe van, oké, biztos másképp szórja a fényt. Jó, még erre is azt mondom, hogy oké. Kössé bele, bazd meg. Na de ez. Komolyan tényleg ebbe kellett belekötni? Szihetetlen, basszátok meg. Hihetetlen. Az persze nem számít, hogy 6 kilót ráköltöttem, 4 új gumi, fékek, elő-hátul, lengéscsillapítók, rugók, toronycsapágyak, hátul, felfüggesztés, alkatrészek. Az nem számít, az lófasz. El van repedve a tükröt, hülye gyerek, hát így nem lehet közlekedni, mert meghalsz, mert szocializmusban nevelkedtünk, mert meg azt mondták, hogy ha nem, akkor nem. Hoppá, hát ezzel meg mi történt? Na mindegy, vettem egy lámpát, kicseréljük, nem probléma. Vettem lámpapolírozót, felpolírozzuk, nem probléma. Vettem egy másik tükröt, az holnapra megjön, kicseréljük, nem probléma. Csak erre elment az embernek egy napja. Én nem tudom, tényleg a kopasznak a videóját, mikor néztem, már nekem az is bicska nyitogató volt, hogy neki soha nem akarnak segíteni a műszaki vizsgabázisokon, meg megbuktatnak minden szart, meg piros rugó, meg értem én. Értek, én mindent megértek. Csak hogy tényleg, amire ránézel és összeszakad, az az úton van. Jó, ez se egy jó állapotú autó, mert vannak rajta ilyenek. De ettől még nem megyünk neki a falnak, meg tudunk állni. A menestabilizáció, vagy hogy mondják, maga a menestabilitás az oké. Nincs egy hónapos rajta a gumi. Egy hete rakadtam fel a fékeket, előre a alkatrészek, lengéscsillapítók, ilyen-olyan csapágy. Tököm tudja, mit tudom én, ki lett belezve az egész, nem tudom hány kiló vas ki lett benne cserélve, az nem számít. El van repedve a tükröt, hülye gyerek.
komolyan mondom, hogy ilyenkor így elgondolkodok rajta tényleg, amit a kopasz is mond, hogy mikor halnak már ki ezek a vérszocik ezekből a posztokból. De az a baj, hogy ezek a vérszocik tanítják be az új generációt is, és ezt a tudást adják tovább, hogy mindenkit meg kell büntetni, senkinek semmilyen nem jó. Egyébként csak mondom, hogy ez a tükör, ez nagyjából, mióta megvettem az autót, így van, ez körülbelül egy hónapos korába törtem össze, mikor álltam be a garázsba, és olyan szűk volt a garázsajtó, hogy egyszer neki koccant, és eltörött. Ez azóta így van. Azóta háromszor volt műszakin, ez háromszor jó volt, ez háromszor nem haltunk meg benne, most negyedjére már ez már nem. Vazd meg! Tényleg, megértem, munkáját végzi, tök jó. De mikor ez még csak a fény útjába sincs, érted? Mert nincs ott a fény útjába. Látod, hogy hol van, itt van fönt a halálfaszán. És akkor polírozzam meg azért a lámpát, hogy utána fél év múlva furra be fog mattulni, mert tudom, hogy egy kalap szart nem ér a polírozás, majd venni kell egy új lámpabúrát. Mert tudom, ezt ha egyszer megcsiszolod, utána egy kalap szart nem ér. És mondhatja nekem valaki, ó, ilyen-olyan izé, UV álló tökömszőre. Persze. Ja, meg igen, a löklapba is belekötött, ez már utána volt, hogy el van törve a löklapom. El van törve a löklap, ez így nem megy át a műszakin. De mi a faszom van attól, hogy el van törve a löklap? Attól mi van? Meghalunk, bazd meg. Most szerezzek egy új lökhárítót, vagy tákoljam meg ezt. Oké, el van törve, látom én is. Ki a faszomat érdekel, hogy el van törve? Leesik róla? Nem. Neki megyek tőle a falnak? Nem. Faj, bazd meg, egy pusztulat. Na, oda se kell menni többet. De amúgy nem is tudom, mi a picsának mentem oda. Tudom, hogy egy nagy pusztulat hely az egész egyébként. Ez egy autókereskedés, csak vizsgáztatnak is. Gondoltam, útbe esik munkába, és akkor hamar lezúzom a dolgot. Oda még csak autóvásárlásra még csak véletlenül se szabad bemenni, mert úgy átvernek, mint a szart, ezt tudjuk. Itt a környékben is tudja mindenki. Gondoltam, hát, hogyha a vizsgáztatás az jó megy. Ráadásul két ismerősöm is dolgozik ott, és ennek ellenére is ez a eredmény. De legalább azt tudjuk, hogy a céghez maximálisan lojálisak az ott dolgozók. Hát, ja. Még a környékbe se kell menni oda többet. De majd kapnak egy szép Google értékelése, meg is érdemlik. És ilyen full halál flagmán már 5 méterrel így oda böfögi, hogy hát ez így nem fog átmenni. Azért. Mert ő már 5 méterről kiszúrta a vérszaci szemébe, hogy az el van repedve. Biztos azért fogunk meghalni mindannyian, mert a ködlámpán el van repedve a burkolat. Biztos vagyok benne. Oké. Meg azért, mert a fényszóró teteje az be van mattulva. Ez hatalmas nagy probléma. Bárcsak ennyi baja lenne minden kocsinak. A tükör el van repedve, Istenem. És akkor most szerezzek egy tükröt, hát jó, már szereztem. De valószínűleg 16 000 forint egy ilyen tükör bontóból. És nincsen a környékbe, bajáró kell hozatni. Mindegy, lesz az is. Csak bosszantó, hogy oké, hogy fent akarod tartani az autót, és akkor ilyen faszonságokba kötnek bele. De az nem számít, hogy ami a lényeg, amitől egy autó veszélyes lehet, vagy amitől nem szabadna kiengedni az utakra, az meg full. Ott mindenki van cserélve, minden úgy van, ahogy kell, futóműbe állítani, mindent megcsináltam. Tényleg mindent, ahogy le van írva a nagykönyvbe. És akkor, el van repedve a tükör burkolat. Jó, hogy bele nem kötöttél már baznak, hogy létszaros az izé. Kerék belseje. Szocializmus forever. Hú, gyerekek. Ilyenkor mindig így megfogalmazódik bennem, hogy úgy el kéne takarodni ebből az országból, mint a húzat. De tényleg.
mint a szar. Itt hagyni azt, vissza se nézni soha többet, mert nincs értelme. Ez egy killódás. Ez egy hatalmas nagy killódás, ami ebbe az országba megy. Egy nyomor, és akkor nem az, hogy segítjük a másikat, meg segítünk az emberen, hogy jó van, tesi, figyelj, cseréld már ki azt a lámpát, azt annyi, vagy legközelebb majd ne így hozz már ide. Hát ugye, még át nem megy a műsöké. És akkor búza meg potyog ki a száján. Jó, nem is fecsérlek erre több szót, mert csak felidegesítem magamat. Most kiszedem ezt a két lámpát, kénytelen leszek felpolírozni, mert most biztos nem fogok még két lámpát venni bele. Mert nem is tudom, hogy ezt a másikat bántsam-e egyáltalán. Bár érdekesen van ezen is valami ganédomb. Hát, picsa tudja, előbb kötöttem volna bele ebbe, mint a másikba. De ő neki a másikba sikerült belekötni. Jó, hát majd legközelebb meg az lesz, hogy nem megy át a műszakibe, meg van húzva a lökhárító. Istenem. Szépen kiszedem a két lámpát, felpolírozom, leveszem róla ezt a fost, megpróbálom összetaknyolni valami műanyagragasztó, vagy mit tudom én, biztos nem fogok rávenni még egy löklapot is. Mikor tényleg azt hiszem, hát olyan 500 ezret költöttem el így kerekestől, mindenestől rá, hogy ez így álljon. Úgyhogy most ezt a löklapot kihagyjuk. Leveszem azt majd hátulról valamivel, megtaknyoljuk, megragasztom, engem nem zavar, hogyha ott nyoma van. Már úgy vettem, hogy valaki már ezt itt taknyolta, én meg egyszer nekimentem muteréknál, ott magas a patka, csak éppen így meglöktem, azt már el is tört. Úgyhogy, majd valamit ide kitalálok. Bár akkor meg beleköt, hogy nem törött, hanem repett. Azt akkor sem megy át a műzökén, mert meg van repedve. Idióta. Azon se csodálkoznék amúgy, hogyha nézné a videóimat, a csávó, az szúrná a szemét valami. Azt már alapból, mikor meglátott, akkor hát tesi, te már bukó vagy, ezt már most megmondom. Na jó, mindegy, oda nem kell menni többet, azt ennyi. De még a környékükre se. Ezzel meg majd kezdek valamit. Megtaknyolom, begittelem, lefestem, glit valamivel majd megtaknyolom. Nem veszek azért másikat. Csak mint egy érdekesség, meséltem ezt el nektek, hogy életemben először megbukott a járművem a műszaki vizsgám. Na jó van, gyerekek, jók legyetek, szevasztok!